A Jetson Liga utolsóinak elkerülése a cél, a Tiszaparti Szeged hazai pályán 5-1-re nyert, tehát most a Honvédnak muszáj lenne, hogy meccsben párharcban maradjon. A hatodik percben egy felívelés, gyönyörű a labda átvétel, a lövés is, de a legparádésabb Novotny megoldása a Kispest kapusáé. Aztán egy esernyőcsel, majd egy lövésztártól, erre már nem maradt elég erő, kísértetiesen hasonlít ez az első jelenethez, csak most középre megy, senki nem ér hozzá, Zimányi meg fölé emeli. Nagyon nagy lehetőség volt ez is a szegediek részéről. Aztán egy jobbra kitett labda, Wachter, látja, hogy vannak ott középen társak, de látja ezt Földesi is, kitolja a kapus. 35. perc, Dénes most nem a vonal mellett megy, hanem bepasszolja, a lövés meg elzúg a kapu mellett. Sztár Gabriella volt a tettes. Molnár és Wachter, ha egy kicsit erőszakosabb, meg lehetett volna a vezetés. De 4 perccel később meg is lesz, a léc alá zúdul szabadrúgásból Sztár Gabriella lövése. Ő gyakorlatilag szinte minden tavaszi meccsen gólt szerzett. E pillanatban úgy fest a helyzet, bár még sokan hátra, hogy harmadik találkozóra lesz szükség a Honvéd Szeged párharc során. De hát messze még a vége. 45. perc, Zara távoli lövése a keresztlécről megy a pályán túlra. Aztán egy Zimányi szabadrúgás a 48. perc, mert szegény Novotny Réka ezt nagyon-nagyon bevédte. Nézzük meg még egyszer. Novotny Gréta picit előrelép, aztán vissza, aztán bepaskolja. De nem veszít lendületéből a Honvéd. Dénes Dorka, ő mindig megtalálható bal oldalon, be is kotorja, a védők figyeltek, szöglet csak. Meg a túloldalon is egy, Zimányi egyből kapura tekeri, és segít neki Novotny Gréta is, beüti a labdát, mondhatnánk, hogy öngolda az MLS jegyzőkönyvébe. Gólszerzőként Zimányi Kovács Anikó neve került. E pillanatban úgy fest, hogy kettős győzelemmel lezárja a párharcot a Szeged, de ehhez még van hozzátenni valója a Honvédnak, Dénes lőtt fölé. 2 perccel később ismét a piros feketék, és ismét Dénes Dorka nagyon aktív volt, a kispesti hetes begurítja a sűrűjébe, átkerül a túloldalra, a lövés, hát eltörte itt a labdát Sztár Gabi. Nagy erőket mozgósít az egyenlítés érdekében a Honvéd, az már 11-es sugást jelentene, illetve hát 11-es révén dőlhetne el, hogy kinyeri ezt a meccset, de ez sem megy be. Majd a 89. percben Nagy Anita és Novotny véd óriásit. Az utolsó Honvéd lehetőség egy távoli lövés. Marad a 2-1, a Honvéd a 8., a Szeged a 7. a Jetson Ligában, de a meccs legjobbja Dénes Dorka volt. Ezen a mérkőzésen nem volt a két csapat között olyan különbség, ami azt jelentette volna, hogy eldől ide vagy oda. Én szerintem az a csapat nyert most is, meg legutóbb is, aki többet, kevesebbet hibázott, az vesztett, aki többet hibázott. Ez van, gratulálok a Szegednek, és őszintén mondom, hogy egy éven belül szeretnénk újra NB1-esek lenni. Szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést, úgyhogy még egy esélyünk legyen, hogy otthon a Szegedet esetleg újra legyőzzük. Sajnos ez nem sikerült, szeretnénk gratulálni a Szegednek, és szeretnénk megköszönni a nézőknek, akik mellettünk álltak és szurkoltak nekünk az egész fél év során. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, ez be is igazolódott, úgy érzem. Továbbra is azt tudom mondani, hogy én a munka és a munkában hiszek. A lányok nagyon szépen dolgoztak a héten, elhitték azt, hogy van esélyük akár idegenben is. Nagyon nehéz meccs volt, főleg úgy, hogy az ellenfél szerzett vezetést, de hál' Istennek meg tudtuk fordítani a mi javunkra a mérkőzést. A végjátékban kellett izgulnunk, azt férfiasan be kell vallanom, izgultunk ott a padon, de szerencse mellénk állt, és így meg tudtuk nyerni a találkozót.